Sziasztok, Schweikart Attila vagyok, az Arabona Racing Team tagja, és én felelek a kompozit alkat részekért, illetve a kompozit burkolat elemekért. Ez a Behind the Scenes második évada, annak is a második része, ahol bemutatjuk az oldaldoboz tervezését és gyártását. A burkolat elemek, illetve a kompozit elemek tervezése azzal kezdődött, hogy megnéztük a szabályzatot, miknek kell megfelelni, és az is sokat számít, hogy milyen tapasztalatokat szereztünk az előző években. Hiszen ez a két fő tényező határozta meg az idei burkolat elemeket, illetve a maga kinézetüket, illetve a megválasztott gyártás technológiát is. Először papíros formába készült el, papíron rajzoltuk meg a fő irányvonalakat, utána pedig ezeket a rajzokat bevittük 3D-s modellező programba, ahol pedig felületmodellként hoztuk létre a kész burkolatelemeket. Voltak olyan elemek, amik síkokból készültek, majd utólag rádiószokat tettünk rá, és ezekből a modellekből pedig elkészítettük a lamináló szerszámok modelljeit, majd pedig a Frimo által kimartuk ezeket a formákat, felületkezeltük, lefestettük, ezután pedig lamináltunk.